Sziasztok, információs pult, igen, rég volt már ilyen, Azaz, az a helyzet, hogy sok sablonkérdést kaptam, úgyhogy elment a kedvem a következő rész megcsinálásától, és most úgy gondoltam, hogy eltelt már elég idő, talán, hogy ne kapjak ugyanolyan kérdéseket, úgyhogy tegnap kiraktam egy posztot Facebookra, ami alá lehetett kérdezni, hát lássuk, mik gyűltek össze, nézzük a kérdéseket! Troll azt kérdezi, hogy az új frissítésekről és javításokról csinálsz videót. Gondolok itt a parancs részére, például 1.11-ben már a NoEA-jal rendelkező entitásokat nem lehet tologatni. Igen, gondoltam rá, hogy az olyan fejlesztésekről, javításokról csinálok majd videót, amik nem olyan népszerűek. Tehát az, hogy van láma, azt mindenki tudja, de hogy mondjuk mit tudom, milyen tegyei vannak ennek az új lámának, azt azt a legtöbben nem tudják. Nem tudom, még gondolkodom rajta, nem biztos, hogy lesz. Én is gondoltam már rá. Hmm, meglátjuk. Kaku Gábor kérdezi, milyen játékokkal játszol a TF2, Minecraft és Rocket league kívül? Hát az az igazság, hogy TF2-vel mostában nem nagyon szoktam. Inkább a Minecraft és a Rocket League a jellemző azon kívül. Maximum, hogyha kipróbálok valami, valami újat. Például most nemrég nem, vo nem rég volt in ingyenes a Streamline, abba is belenéztem de, de így rendszeresen igazából csak ezekkel. Minion Minecraft kérdezi, olyan páncél álbányt, hogy tudok készíteni 1.10-ben, ami mozod és a játékos mellett sétás? Válaszodat köszönöm. Olyat nem tudsz csinálni, hogy, hogy mozogjon a páncélállvány, esetleg olyat, hogy, hogy a lovagol valami a páncélállomány, ami követi a játékost, mint egy megszelídített kutya, viszont a megszelídített, kutyát azt nem tud parancsból megcsinálni, hogy kövessen. Tehát egyszerűen egy parancsal ilyet nem lehet csinálni. A mozgatást is úgy, hogy hogy parancsal, ugye az entity datával megadott, hogy most milyen szögben álljon a keze meg a lába. Egyébként erre van generátor a neten, amivel ilyen armosztán animációt lehet csinálni. Balog bálintott furdalja a kíváncsiság, hogy fogsz csinálni Minecraftban sokkal komolyabb reston kreációkat. Honnan jött ez a név? Mondjuk ez nem kérdés, nem csak egy pont van ott. Meg lesz a 100 ezer feliratkozód? Mi az, hogy sokkal komolyabb? Ezt, ezt nem értem. Szerintem elég komoly rendszereket csinálok. Jó, persze van az a szint, amikor programnyelvet csinálnak, meg, meg mi volt még ilyen durvább? Meg amikor ilyen mindenféle térbei alakzatokat, gömböket csinálnak. Én szerintem az én rendszerem egy kicsit ennél gyakorlatilasabbak, amiket úgy föl lehet használni valahol az, hogy egy basic nyelvet megvalósítasz Minecraftban, azt az sehol nem tudod használni, az egy, az egy tök jó ilyen technikai demo, hogy á, ezt is meg lehet csinálni. Jobban szeretek használható rendszereket csinálni. Hát azt, hogy meg lesz a százzel feliratkozom, azt meg, azt meg nem tudom. Meg lesz, sze, szerintem meg lesz, de csak miután összegyűlt a 200, utána mondjuk egy két hónapra a száz is meg lesz. Lévai Bence azt kérdezi, hogy mióta videózol Csabusa? Ja, nincs kérdője, akkor ez nem kérdés. Antal Zita Boglárka, Ú, uh, ebben nem tudom, melyik a vezetéknév. A Facebook fordítva szokta, szóval lehet, hogy a boglárka. Szerintem az lesz a jobb, ha úgy olvasom, hogy le vannak írva. Szóval Anta, az itt a boglárka, annyira szeretné tudni, hogy Szia Csabusa! Ha valaki külön neked csinálna egy kalandpályát, az hogyan csinálnád meg? Ha valaki külön neked csinálna egy kalandpályát, az hogyan csinálnád meg, ha megcsinálod? Ja, hogy végigjátszani. Gondolom. Kalandpálya darálóként? Ja. Ez, ez jó kérdés egyébként. Azokat darálom be, amelyikhez odaértök, hogy ezt a darálóba szánjátok, amit nem, csak úgy elkültök, Ilyen is sokszor van, hogy írjam meg róla a véleményemet. Azokról meg hát véleményt írok, ha egyszerre jutok oda. Rengeteg pálya van egyébként, sokat küldtetek. És hát igyekszem mindet természetesen megnézni és, és írni róla valami értelmeset. Szóval csak azt darálom, amire, amit annak szántok. Károly Horváth Félix oldala már aludni sem tud annyira kíváncsi arra, hogy esetleg te játszol Battle.net-en, például WoW, Hearthstone, Overwatch, vagy esetleg a kedvencem Starcraft 2. hearthstone játszottam ezek közül a legtöbbet, az a játék tetszett egyébként, de ma már nem játszok, de mindig tervezem, hogy el fogom kezdeni. Aztán, hogy halasztódik folyton, az overwatch -a még nem, de annyira nem is érdekel, ugye pont amit szoktak rá mondani, hogy TF2 kopi. Nekem a TF2 világa jobban tetszik, nem azért, mert ez másolat lenne, lehet, hogy egyszer kipróbálom, mert, mert egyébként nagyon látványosnak, meg érdekesnek néz ki, de valahogy jobban leköt az alkotás. Szívesebben alkotok, mint játszok. A Starcraft 2 meg a stratégiákkal sose jöttem ki jól. És ennek van folytatása. Hány évesen ültél le legelőször a gép elé, és milyen volt, mit tudott? Nem tudom már hány éves voltam. Azt hiszem egy Pentium 2-es gép volt. Nem, nem. Volt korábban is, csak arra nem emlékszem. Volt nekünk, volt nekünk otthon... Komodorunk is, azzal, de az nem biztos, hogy játszottam. Mindegy, az első, a legkorábbi emlékem, az nem tudom hány éves voltam, még általános iskolás, és szerintem Pentium 2 volt, és a Mario ment rajta, az a, a PC-s demo, tudjátok, az a, nem az a Nintendo-s, nem az eredeti Mario volt, hanem ami, ami PC-n volt, de mindenkinek csak demóban volt meg. Az volt az első játék, azt mit tudott a gép, azt, azt nem tudom. Latocsi Ádám már minden tűvét tett, hogy hogy megtudja, ha TF2-ben meg lehetne enni az íjat, és kapnál vele ötször annyi életet, mint amennyi alapból van, de nem játszasz azzal az íjjal. Mi? Ha TF2-ben meg lehetne enni az íjat, és kapnál vele ötször annyi életet, mint amennyi alapból van, de nem játszasz azzal az íjjal, sőt, semmelyikkel sem, ha több van. Akkor megtennéd. Következő. Ez Tamara arra vár választ, hogy mi ott csinálsz a videózáson kívül. Mm, eszek, alszok, dolgozom. Én hétköznapi életet élek. Szoktam, szoktam játszani a barátaimmal, meglátogatom a rokonokat. Budai Richard mindenáron tudni akarja, hogy mi vet rá a videózásra. Ja, ez nem kérdés, bocsánat. Maros Zalán azt szeretné tudni, használsz más betűtípust? Videóba? A videóba körülbelül sosem ugyanazt használom. Van egy rakás a gépem. és amikor valamit ki akarok írni, akkor így megnyitom a listát, és akkor így addig pörgetem, amíg találok egy olyat, ami úgy jó. Fogalmas így, tehát így meg nem tudnám mondani, hogy miket szoktam használni, nem tudom a nevüket. Az első olyannál megállok, ami azt mondom, hogy passzol oda, vagy, vagy végre vannak benne ékezetes karakterek. Kiszej Gábor nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy mit tervezel, ha meg lesz a százezer támadó. Ö, volt egy-két ötlet, meg tudom, van egy-két ötlet, de ezek közül nem tudom, mi lesz fogalmas. Ja, várj, ez szá, százezer, ja, ja, én, én ötvenre gondoltam, hogy az lesz a következő, még ötvenre se tudom, százra meg, ha, ho, ho, ho. Valami nagyot. Kirabolok egy bankot. Horváth Bence azt akarja tudni, hogy mi volt régen a kedvenc tantárgyad. Őszintén szóval engem mindig is a programozás érdekelt gyerekkoromban is azokat a játékokat szerettem, amelyikben van pályaszerkesztő, tehát én így alkotni szerettem. Úgyhogy, úgy az info volt a kedvencem, mert ugye az állt a legközelebb. Még a matekot úgy, úgy, oké, okay. de szerintem az csak azért, mert, mert, értettem, ment a matek. De igazából úgy annyira nem kötött le. Ja, meg jó volt végül is rejtvényfejteni, amikor feladatot kellett megoldani. Azt is szeretek. Ilyen Töri, magyar, meg énekesi énektesi, hölgyem. Na, takamá! Kovács Vince azt a kérdést tette föl, hogy hogyan ismerkedtél meg Kenryvel. Hú, hát őszintén szóval nem tudom, fogalmam sincs. Már, már nem emlékszem, de mintha ő írt volna rám valami miatt. Nem tudom. Ja, lehet, hogy volt egy kalandpálya. Azt hiszem, mégiscsak megvan, hogy akartam csinálni egy pályát, miről is szólt volna a pálya, azt hiszem ez, ez egy fantazi szerepjáték lett volna, nem valósult meg, meg, és nem az a pálya amely, amelyikről elkezdtem egy sorozatot annak, annak van egy elődje korábban is akartam egy fantazi szerepjátékot és annó én meghirdettem, hogy lehet jelentkezni, és erre jelentkezett, és akkor, és akkor onnantól kezdve. Szurok Viktor azt szeretné tudni, hogy mik az élet céljaid egy jó tíz évre előre nézve Hát természetesen haladni a youtube-ozással, nem, nem tervezem ezt befejezni, úgyhogy lehet, hogy 10 év múlva is csinálni fogom, ezt nem tudom, meg hát természetesen melóban is szeretnék minél magasabb szintre eljutni. Úgyhogy igazából ez a fejlődés, illetve 10 év? Hát azért a 10 évben már megvan egy saját lakás, most Albéletben lakunk, és jó lenne egy saját. Úgyhogy ez szerintem még, még jó lenne, igen, igen, ez még 10 éven belül, igen. Csapusa kérdezi, hogy ott lesz a Debreceni Play -ten? Szerintem elírta a kérdést, Pesten lesz most play jövő hét hétvégén, és ott leszek sok videóssal együtt, akiknek a neve itt van, és, és gyertek el, és találkozunk. Debrecenben mineshow leszek, úgyhogy találkozom debreceniekkel. Debrecenben szerintem még sosem voltam rendezvényen. Remélem vártok, debreceniek. Vannak még kérdések, de mindjárt lemerül a kamera, most így, így most itt az órom közepén villog a jel, hogy mindjárt ki fog kapcsolni. Úgyhogy, úgy, úgyhogy lesz következő rész, is az információs pultban, ahol a maradék kérdéseket is megválaszolom. A kézikönyv óvjam.